Nagy lépés volt, amikor a sportiskolánál, a Miskolcási sportiskolánál sikerült bejuttatni a jégkorong szakosztályt és az akkor alakuló 6 szakosztályos egyesületbe. Ez mindenképp az utánpótlás számára egy biztos bázis jelentett. Ekkor tudtunk edzőszámban is lépni, sok miskolci volt játékost sikerült a rendszerbe beépíteni, és gombamódra szaporodtak a gyerekek, évről évre 20-30 fővel több gyerekkel tudtunk dolgozni. Korábbi szlovák játékosunk Bédes Roland is így maradt a klub kötelékében. 7 szezon játékosként, jelenleg pedig a legkisebbek edzője. Azért szeretek velük járni, mert látom bennük ezt a ciklát, látom azt, hogy élnek kiskoroktól ezzel a hokival, és ezt öröm nézni rá. Tehát én mindenképpen látok sok olyan kisgyereket, aki biztosan mehet tovább felnőttig, csak ez még sok víz fog addig elmenni, amíg ők felnyűlnek, tehát vigyázni kell a sérülésekre, meg hogy fog menni a munka nekik a jegen. De én mindenképpen látok itt több ilyen kisgyereket, akik ügyesek, igen. Körbe kellett forcsolyázni a pályát kétszer, és abban én lettem az első. Voltak ilyen bújás feladatok, ilyen passzolgatás, meg ilyen kapura lövés. Lehet nagyon gyorsan korizni, meg lehet passzolgatni, meg lehet elütni a korongot a kapusra, vagy emelni rá. Amúgy kapus akartam lenni, de végül játékos lettem, de kiderült, hogy ez még jobb. Meg volt már egy olyan meccsem, amiben a kapus nem figyelt, mert csak úgy a semmiből odajött hozzám a korong, és ott voltam fél pályán, előre küldtem a korongot, a kapus terpezve át, és pont úgy ment át rajta a korong. És akkor gól. Szakmai igazgatóként gyakorlatilag a legkisebbektől a felnőttig végig mindenhol számítanak a munkámra. Ami a legaranyosabb, most az idén kevesebbet foglalkozok a kezdő kicsik, az U8-U10-es gyerekek, hisz ők a legőszintébbek még. Tehát annál lélekmelegítőbb dolog nincs, amikor egy 8 éves gyerek megáll az ember előtt, és fölnéz, és Ignác bácsi, és kérdezel az aranyos kis kérdésekkel, minden korosztályal jó kijövök, de még egyszer hangsúlyozom, a legaranyosabbak a legkisebbek. És hogy mi szeretne lenni egy 8 éves srác, akinek korcsolya van a lábán? Jeges medve. Hogy én legyek Magusi helyében, és én legyek az új gólkirály. De természetesen mindenkinek más a kedvence. Vas János, mert tavaly ő volt az aranysisakos. És hogy mi mindent kell megtenni azért, hogy a példaképek nyomdokaiba tudjanak lépni? Jó játékos leszek, és sok gólt lövök. Ez, amit mink itt velük foglalkozunk, ez csak a 30% annak, amit nekik meg kell tenni azért. Tehát itt egy dolog, hogy itt edzenek, itt vannak velünk, mink tanítsuk, de aztán még a hoki után is kell nekik dolgozni. Otthon, bármit. Tornászni, biciklizni. A nekünk könnyebb volt akkorában Szlovákiában, mert akkor olyan volt az élet, hogy hazajöttünk az iskolából, egyenesen mentünk ki hokizni az utcára, voltunk 20-30-an, tehát mi non-stop sportoltunk. Most ezt már nem látom otthon se Szlovákiában, meg szerintem itt is Magyarországon nem működik. Ez így, igen. Tehát nekünk ez sokat segített. Sportból, sportba. Napközben jégkorongoztunk a jegen, délután pedig kint hokiztunk, és ez nagyon sokat adott nekik. A
gyerekek tehát a lehető legjobb kezekben fejlődnek és kiváló játékosok példáit követhetik, de az, hogy vajon kiért szoríthatunk 10 év múlva a jégen, már csak kizárólag rajtuk múlik.